Sziasztok, Marikái vagyunk. Megyünk a Kőszegi hegységbe, az Irodkőhöz. A férjem kitalálta, hogy menjünk el az Irodkőhöz. Hát mondom, jól van, örültem is neki, mert az egyik kedves követőm, az Erzsike, az mondta, hogy ő szeretné, ha oda is elmennénk, vagy hát valahogy így fejezte ki, mert ő volt, mehetsz apu, volt csak régen. Aztán mondom, akkor jóval menjünk, persze azt utána néztünk a neten, hogy hogyan, miképp lehet oda jutni. Fűvészkert. Itt volt a fűvészkert jobbra.
most megint egy körforgalom, egyenesen megyünk majd tovább. Kacsaza? Az. Mit lesz? Forduljon balra! Nem föl, hanem balra. Ott írja is, hogy vele. Előfordul. Előfordul. Hát még abban elég biztos, hogy most is simán odaérünk. Hát még nem, mert az a zavarszálló, az még megközelhet. Én a Hermann forrást akarom. Az vezet oda föl. Igen. Hát akkor azt kellett volna a GPS-be behívni, hogy avarszálló. Olyan nincs, régi de, avarszálló. De ott az régi volt. Régi így, avarszállónál kezdődő szerpentinre kell elhajtani. Mindegy, kőszegszerdahely, ugye? És ott a táblákat nézni kell, hogy velem, a velemi táblát.
Hú, nagyon hideg van. Hát itt nem futni kell. De miért megyünk lefelé? Azt nem értem. Na, ide értünk, de a Hörmann forrás odébb van, meg... Hoppa, vigyázz, jönnek kerékpárosok. Hú, de hideg van. Mérges rám a férjem, azt most behagyom, mert 200 méterrel leparkolt, én megmondtam neki, hogy miért nem ide parkol. 50 méter fölött jönnöd, ma ásírsz. Nem, 50 méter, apu, mert az úszodában a medence 50 méter, ez körülbelül 200. Most az ezentúl ezek lesznek a támpontjaink, a kék nyíl, azt a követnek. Figyelj, oda már. Én nem tudom, futnom kellene, mert kegyetlen hideg van. Hát a spray meg van maradt a hátizsákomba. Nem sprézik. De miért lefelé megy az út? Hát én a csúcsra akarok menni. Mi? Szerinted? 2,5 kilométert fogunk gyalogolni, de hogy lefelé, az már egy kicsit furcsa. Na mindegy. Akkor haladunk. Itt a Hörmann forrás. Most nem megyünk le, de majd viszünk vizet valamennyit. Majd talán kiürül arra a flakonunk. Aztán akkor van neki teteje is. Valaki kóstolta állítólag, és mondta, hogy igen, vasas, hát most nem megyek le. Na, onnan jöttünk. Ott egy hatalmas fa ki van borulva. És akkor írott kő 2,2 kilométer. Kilométer. Van itt tábla. Na, hát arra kell menni. Nem lesz egyszerű. Gyere, papa! Tíz óra 46 van, hogy elindultunk. Aj, még kapok levegőt. Nagyon hideg van. Nagyon hideg van. A hatalmas, nem is tudom, minek mondják ezt, ugye ilyen kimosta a víz, ahogy ott ömlik le az uton. Nem jut eszembe ezt, minek hívják. Marikának ilyen nem jut eszembe. Micsoda szép fányvá, sorra nézzetek. De nincsenek itt madarak. Nem nyárban. Figyelj, előre néz. Egy... Vízmosás. Ja. Nem vízmosás. Hát a vízmosás. Igen. Csapadék. Kimostak a vízmosás. Nem ralábunk elég, hogy figyelj. Jaj, jaj. Nem lesz ez egyszerű megmászni. Egy 66 évesen. Jaj, mentünk 5 percet, ha fáradtunk. De még mindig a fenyves. Most, mint egy kis madárhangot hallanék. Nagyon kell vigyázni.
itt egy fa. Nagyon meg van dőlve. A többi fa fogja. Igen, az már tartja a körülményeket. Úgyhogy én úgy fogok menni, hogy gyorsan átsuranok alatta. Bevonzod a bajt, aki állandóan fél, az bevonzod. Nem. Azt? Kék fehér? Ja, hát most már fölérhetnénk. 500-at? Azt a kutyafáját. Hát már össze kidöglöttem. Amúgy nem olyan rossz az út, ha olyan helyen megyünk. Meg annyira, mintha nem is lenne meredek. Hú. Most a fél évre a szívemnek ez elég lesz. Ha. Szép hely. De még madarak még mindig nincsenek. Hát én olyan kényelmes cipőbe jöttem, hogy nem sportcipő. Azt sajnáltam, hogy ebbe azt tudok menni világ végéig. Csak ne fefele menne a világ vége út. Ott messze süt a nap. Ilyenkor jó, mikor nem olyan meredek. Ilyenkor kipihenni az ember magát. Na most, ha itt fölérünk, akkor meg egyenes sem megy az út. Ha, az is lehet. Aha. Hogy kim vannak a gyökerek? Előfordulhat, hogy jó, mi is kell mennünk, még mélyre. Igen. Igen, hát ugye nem áttekinthető, hogy most hol már, amiképp. Jaj. Hát itt nagyon jó menni, mert itt először megyünk szinte. Igen. Annyit erre lehetünk. Van ennél magasabb pont? Nem tudom, nagyon magasan vagyunk. Hú, hogy tapunk, visz lefelé az út. Mondom, én lehet, hogy egy óra is öltem, ha megyünk ezt után, hogy megint tart. Aha. Igen. Hát valami olyasmi lesz. Onnan jövünk, ott van az a szép tisztás. Papa! Még van hátra. Ott a hatalmas emelkedő. Nekem hosszabb. Kényelmesen, nagyon kényelmesen. Kényelmesen jöttünk, de nekem hosszabbnak tűnt, mint két és fél kilométer. Itt van valami pihenő. Nap is süt. Lehet napozni. Nagyon. Majd visszafelé megállunk. Most menjünk oda föl. Hú, az utolsó 10 méter itt, az katasztrófa, olyan meredek. Hú, mennyi gyerek. Na, felértünk a csúcsra. Ja, ott egy napóra. De itt még csak 11 óra, mert ugye az nincs a halidból. Féljem azon kuncog. Ja, igaza van. Akkor bemegyünk a kilátóba.
meg, ha érdekel benneteket a leírás. Ablak. Videózom. Másik felülről is van valami. Azt is megnézzük. Egy olyan ablak, akkor menjünk föl. Ja, ez a... Ez jelenti a határt, ez a kő. A 0 km kő, ugye nem így dolgos írta, azt hittem el az Budapesten. Itt a határkő. Vigyázz a fejedre, papa. Micsoda húzad van itt? Micsoda húzad van itt? Ó, hát most nézzetek meg. Az ember megmászta azt a nagy hegycsúcsot, aztán... Azok honnan jönnek? Szerintem Ausztriából. Ott egy nagy kereszt, figyeld, lent észre se vettem. Jól körülnéztem. Az Ausztria. Igen. Hát sajnos nem látni a messze. Még azért van egy szint. Még van egy szint, onnan talán majd. Kicsit messzebb, de ugye pára, tiszta párás. Hát hiába húznak szintet, apu, hogyha... Hiába húznak szintet, hogyha párás az idő. Köd van. Még följebb is van. Ezt megváljuk. Ja. Ugye ez a határon van, ez a kilátó, és nagyon sok az osztrák. Tök jó. Apu, még lehet följebb menni. Akkor én följebb megyek. Alud, akkor legyen kövér. Azt a... Jó messze látni. Kicsit várunk, a szél elfújja a ködöt. Tisztult az idő, de... Nem nagyon, itt fel nagyon húzott, de... De ott le lehet, hogy nem. Hát de csak itt. Legalábbis úgy emlékszem, hogy kijöttünk erre a kis kicsire, és csak hát innen semmit nem lehetett látni. Na, elindulunk lefele. Pihentünk egyet itt a napon. Most akkor elindulunk lefele. 12 óra 20 perc. Na meglátjuk, mire érünk le. 12 óra 53. Hát akkor mennyi? Fél óra alatt leértünk. Ah, valahogy így. Na. Mit mondtál? Nincs olyan messze. Lefele nincs messze. Na. Akkor megyünk az autóhoz. Ó, micsoda vastag törzsű fa.
A Hörmahorn forráshoz nem megyünk oda, mert nem kell víz mégsem. Megbeszéltem magammal. Te voltál, én meg csak messziről megnéztem, de különösebben nem érdekel, hogy vegyek belőle a vizet. Nem merem felhasználni, mert valaki írta, hogy igen, vasize volt. Nem merem felhasználni kenyérhez. Na, papa, leértünk. De milyen gyönyörű, mi? Hát hány száz méter, 200 méterre van az autó körülbelül? Na, azt még megmasszuk. 150. Na, akkor indulunk Kőszegre, most Kőszegre is elmegyünk, most van az orsoly a nap. Itt akkora szakadék van itt mellettünk. Akkor nézzek. Hú, hol vagyunk fenn. Jó. És a kerékpár is. Jó? Itt volt egy pihenő. Nagyon magasan megyünk. Na, itt vagyunk Kőszegen, hát most parkolót keresünk. Oda megyek a bejárathoz, megnézem, be lehet-e menni ebbe a templomba. Hatalmas egy templom. Oh.
Színes üveg az ablak, de nem látni. Ez a varnak, mert látod, hogy be van kettőlve. Kettőlve. Nem tudom. De lehet, hogy nem, mert a templom. A templom az nem. Igen, igen. Igen, azt már valaki lenyúlta. És akkor ott lesz a vár. Ez a főtér területe. Na, sziasztok! Megyünk hazafelé, úgyhogy el is búcsúzok, mert nem mutattam sok mindent a főtérről. Rengetegen voltak, rengetegen, hát nem lehetett ott videózni. Azért láttatok egy-kettő dolgot, de csak ennyi. Aztán a várról sem, mert ugye volt már videó, majd beillesztem záróképernyőbe, úgyhogy köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Remélem, valamennyire tetszett, mi kegyetlenül elfáradtunk. Te is, papa, ugye? Pont kiszámoltuk kb. 8-10 kilométer. Ki tudja mennyit? Hát úgy, ha mennyit itt Kőszegen mentünk, mert ugye csak a Spárnál tudtunk leállni. Úgyhogy itt is biztos mentünk 3-4 kilométert, meg ott több, mint 5-5, tehát majdnem, hát ja. Ja, 9-10 kilométert gyalogoltunk, és akkor hát nem is sok idő alatt, igen. Mennyi idő alatt? Mennyi, elfárasztó. Mennyi idő most akkor? Fárasztó, 4 óra. 4 óra? Ja, hát 4, akkor 5, olyan 6 óra alatt, 4-5 és fél. Nem olyan vészes végül is, de... Hát ja, kibírtuk. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, legyen szép napotok, írjátok kommentet, sziasztok! Sziasztok!